magatlannak érzem magam. Egy 4 hetes várakozással kezdődik a karácsony, tehát az úgynevezett adventtel kezdődik, amikor egy picikét halkabbra kell venni az életünket, ha lehet kevesebb fellépést vállalni, és egy picit többet imádkozni mondjuk. És akkor ez alatt a 4 hét alatt elkezdesz izzani. Tehát a várakozás ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor december 24-e van, 23-a éjszaka, igaz? Akkor jön a Jézuska. Akkor tényleg legyen az egy nagyon különleges, felfokozott érzés. És akkor úgy szoktunk csinálni a Zsuzsikámmal, a felségem, hogy csöngettünk, szóval mindent úgy csinálunk, ahogy ezt láttuk gyerekkorunkban. Nála is volt csöngő, szerintem minden magyar családnál van az, hogy csöngetjük, ugyanúgy eldugjuk az ajándékokat, és megpróbálunk olyan, kicsit olyan hagyományosan ünnepelni a karácsony. Semmi extra dolog, csak ahogy a családban láttuk, tudod? Most már nem készítek karácsonyfa díszeket, de valamikor készítettem, és egyet itt most meg is mutatok, előkészültem. Látod, ez így nézett ki, ez ilyen régi csokoládé papírokból lett össze, meg ezt én csináltam, inota szeletekből készült ez annak a fény, és én kis gyöngyöket tettünk, és ez így lógott, és maradt szép volt. Ez megmaradt ugye nagymamától. A gyerekkorodban volt emlékezetes karácsony, vagy mindegyik egyformán szép és jó volt? Egyre feltétlenül nagyon emlékszem, az akkor volt, mikor elváltak a szüleim, és el kellett menni a papámhoz, és miután nem nagyon távol laktak, úgyhogy gyalog mentem, és megkaptam az ajándékot, az ajándék egy fantasztikus, egy magnó volt, és mondjuk a 60-as évek volt, az nem pite volt, egy magnó, szalagos magnó, és azt mondta az apám, hogy ezt a Szécsi Pali hozta egy orosz turnéból, fiam, és ezt neked adom. És hát ezt nem tudom elmondani, hogy örültem, de míg hazajöttem Rákospalotára és a magnót, hogy orosz magnó volt, tehát minimálisan ekkora volt, és 150 kiló, és azt még hazacipeltem, úgy már szinte nem is volt olyan jó ez az ajándék, de hát mondjuk később aztán újra megszerettem. Egész nap csak karácsonyi dalok szólnak, akkor kikapcsolom ezeket a hivatalos rádióadókat, csak a lemezek szólnak, és a karácsony pillanatában, tehát mikor csengettyű van és ajándékozás, akkor föltesszük, John Lennonnak volt egy dala, a Happy Christmas, és az volt a dal, és ez gyönyörű, azt mindig meghallgatjuk, és csak utána jöhet a Mennyből az angyal. Amit ketten vagyunk csak a karácsonyfa alatt, a Zsuzsikámmal, de azt ugyanúgy elénekeljük, mint hogy 100-al lennének és 500 gyerek lenne és mindent, tudod? És borleves van, az jó, nem? És gyerekkoromban is borleves volt, csak akkor szerintem fölhiggították, mert berúgtam volna, de most már meg tudom inni. Ha karácsonyi kívánságod lehetne, akkor az mi volna, mondjuk 3? 3? Hát ezek találkozások lennének, nem tudom, úgy szeretnék találkozni. Hát először is, ha lehetne, akkor időben visszamennék Jézus születéséhez. Megnézem, hogy ez pontosan hogy volt. Bár a hitemet egyáltalán nem rendíteném meg, ha nem pontosan úgy volt, ahogy azt... De egyébként úgy volt, mert hogy a Biblia ír, és a Biblia az a Szentírás, az nekünk el kell fogadni. Ez lenne az egyik. Tehát a Jézus születésnek a pillanatát, hogy Mária hogy ment, hova, ki mit mondott, az nagyon izgalmas lehet. Hogy sírt fel először Jézus, a dead, az isteni gyermek. És utána nem is lennék kíváncsi erre semmi. Evel az egyel ellennék. A karácsony